Jeannie Merriman nagyon hálás, hogy biztonságban nyugdíjba mehet. Ám emlékszik, amikor egyedülálló anyaként kellett megteremtenie a feltételeket magának és fiának. Nagyon nehéz volt, mert pincérnő voltam, és 2-3 állásom is volt. Igencsak szűkösek voltak a lehetőségeink. Kevés és kiszámíthatatlan volt a bevételük, amely nehézzé tette a számlák kifizetését. Ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a házunkat, havonta $1500 törlesztettünk. Soha nem tudtam, hogy abban a hónapban vajon ki tudom-e fizetni az összeget. Ez idő tájt Jeannie elkezdte nézni a 700-as klubot, és megtanulta, hogyan nyerheti vissza az uralmat az anyagi élete felett, és hogy Isten megáldja az adakozókat. Pat a viszonosság törvényéről tanított, és egészen másképp kezdtem el látni a dolgokat. Többször beszélgettem az Úrral, és megkérdeztem tőle, hogy ezt tegyem-e. Úgy éreztem a szellememben, hogy igen. Azt mondtam, rendben, akkor már ma el is kezdem a tizedfizetést és az adakozást. Készített egy költségvetést, és elkezdett adakozni a gyülekezetének és a CBN-nek is. Azt vette észre, hogy mindig maradt pénze, hogy a számláit kifizesse. Tovább adakozott, tudva, hogy megbízhat Istenben. Egyre inkább megtanultam bízni benne. Ő lett az egyetlen forrásom minden tekintetben. Néhány éven belül állami alkalmazott lett Ohio-ban. Ezzel megháromszorozódott a jövedelmem, szó szerint megháromszorozódott. Emellett fizették a túlórát, a szabadságot és egyéb juttatásokat. Fantasztikus volt. Isten áldott meg ezzel az állással. Jeannie 10 év után nyugdíjba vonult, de még ma is támogatja a 700-as klubot. Mivel Pat Robertson tanításain nőttem fel, ez alapvetően megváltoztatta az életemet. Amikor megkérdeztük, hogy Jeannie mit mondana azoknak, akik nem fizetnek tizedet, ennyit válaszolt. Saját magukat lopják meg az életük legnagyobb áldásától. Nem mintha Istennek szüksége lenne a pénzünkre, nekünk viszont szükségünk van az áldásaira.